1 millió forintból újulhat meg a Hevesi iskola előtti tér a MOL zöldövezet programnak köszönhetően, hangzott el a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület mai sajtótájékoztatóján. A szervezet egyébként már benyújtotta a pályázatát a felújítási összegre, erről azonban majd csak márciusban döntenek. Ha elnyerik a támogatást, akkor a tavasz végére új növényeket ültetnek és új járdát is építenek. A tervek szerint 20 fát és 40 cserjét, valamint 10 méter hosszan sövényt ültetnek. A munkálatok áprilisban kezdődhetnek el, amelyhez a diákok és az iskola dolgozói is csatlakoznak majd. Ezért nem mindegy, hogy milyen a környezetünk. Minél több növény van, annál kellemesebb, tisztább a levegő, annál családiasabb, annál hangulatosabb az összkép. És mivel az iskolának erre sem pénze, sem lehetősége nincs, ezért örültünk annak, hogy van ez a pályázat.